Ciao, sono Ayub Daoud e un saluto agli amici di NSO TV. Van bennem egyfajta indulat, de ez nem talán nem a játékosok irányában való indulat, hanem ugye az egész, ahogy alakulnak a dolgaink. Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen meccset csak mi tudunk döntetlenre adni. Kicsit olyan hangulat volt, mintha legalább 5-0-ra kikaptunk volna. Lassan elgondolkodom azon, hogy a Kecsó elleni meccseinket már tévében sem akarom megnézni, mert amióta az eszemet tudom, bármilyen meccsen szerepeltem a Kecskemét ellen, bármilyen klub színeiben, én életemben nem nyertem ellenük. Hát most már kezdek kicsit nagyon frusztráló lenni, és ezzel mindenképpen akartunk változtatni. Igen, valóban az utolsó perc az most felénk billentette egy kicsit a szerencsét, és legalább egy pontot tudtunk szerezni, de összességében azért azt gondolom, hogy ez a mai meccs alapján, meg a játék képe alapján, még ha nem is játszottunk egy nagyon szimulás meccset, azért az nem volt benne, hogy ez a Kecskemét egy ilyen góllal megszerzi a vezetést, és utána nekünk kell rohanni az eredmény után. Nagyon nagy szükségünk lett volna a 3 pontra, de azért mérkőzés előtt a mi helyzetünkben nyilvánvalóan sokan aláírták volna, de a meccsképe alapján ugye hát nem ez mutatkozik sajnos. Most arra itt pontott a meccs után? Hát nem nagyon akart beszélni, gratulált, nagyon büszke ránk, hogy ebben a helyzetben is így tudtunk hajtani, úgyhogy igazából nem elégedett, de nem is elégedetlen. Ilyen a futball, ugye eddig arról beszélgettünk, hogy a Debrecen meccs előtt, hogy 6 meccsen nem kaptunk ki, most már arról beszélgetünk, hogy azt hiszem 4 bajnoki óta nem nyertünk. Mert ugye egyszer kikaptunk a Lokitól, és 3 döntetlenünk van. Hát így változik a játékképe, meg így fordul a szerencse. Igazából még van egy meccsünk ugye hátra a Pápa ellen, meg egy még fontosabb talán a kupa visszavágó a Pécs ellen. Meg kell próbálni felettetni ezt a mai döntetlent. Ez kicsit ilyen furcsa hangzik, de tényleg ez van, hogy most egy kicsit felettetnünk kell ezt a döntetlent. Ahogy a mérkőzés alakult, az abszolút úgy alakult, ahogy mi terveztük. És ezt a mérkőzést aztán nem tudok más van, de ezt megnyertük, de csak 1 pontot adnak érte. Hát alapvetően, hogyha mondjuk ezt az utolsó gólt nem nézzük, akkor elégedett a csapatjátékával. Ez a góllal együtt is, én abszolút büszke vagyok a játékosaimra, mert egy nagy, hatalmas emberi tartásról tettek tanúbizonyságot, úgyhogy nincsen ezzel semmi probléma. Ezek mi vagyunk, ezek az én játékosaim, én ugyanúgy szeretem őket. Ha kikapunk, ha nyerünk, ha döntetlen, együtt dolgozunk, együtt csináljuk ezt a dolgot. Úgy gondolom, az történt a pályán, amit elterveztünk, tehát nagyon stabil védekezésből próbáltunk kontrázni, ez úgy gondolom többször is sikerült, az utolsó passzok nem nagyon sikerültek, de a védekezés az abszolút rendben volt. Nekünk kellett volna támadni, nekünk kellett volna kreatív a futballt játszani. Ilyen helyzet ecskékig eljutottunk, de a befejezéssel nem igazán volt szerencsénk egész az utolsó percig. És egy ilyen csapat ellen, amikor a Kecskemét, mint például a Kecskemét, amikor így játszik, akkor elő kell húzni valami mást a kalapból, mert itt ugye nem várhatsz arra, amit te is mondtál, hogy jönnek, és akkor majd valahogy abból gyorsítmus váltással mögéjük kerülünk, mert itt nincs hova mögéjük kerülni, mert egyszerűen nincs terület. Úgyhogy sajnos, bár a végén sikerült egy gólt szereznünk, azért a játék összképe alapján azt gondolom, hogy egy kicsit lehetünk volna jobbak.